A csapadék hiány ráadásul egész Európát érinti. Nálunk a legtöbb helyen, vidéken és a fővárosban is 400 forint körül adják, de az eladók azt mondták, nem tudják, hogy meddig marad ez így. Burgonya és a növényvédelme az nagyon nagy odafigyelést igényel, öntözést igényel, öntözés nélkül már nem lehet burgonyát termeszteni, sőt, már lassan búzát se, látjuk a idei év eredményeit, és hát valahogy elment az embereknek a kedve, ugye megjelent az import, az uniós csatlakozáskor, és vissza, tehát árversenyt már nem bírták az itteni termelők. Lengyelországban, Nyugat-Európa egyes részén nagyon le van gépesítve a burgonyatermesztés, a magyar termelők ezt nem tudták, vagy nem akarták követni. Nyilvánvaló, hogy emelkedni fog az ára, de van egy határ, amikor már nem lehet a piacon eladni. Tehát ugye a burgonya az mégsem hús, a magyar fogyasztó inkább a húst szereti, hogyha meg tudja fizetni. Én úgy gondolom, hogy van egy határ, afölé már nem tudnak menni az árak, hisz akkor már nem fogják megvenni a fogyasztók. A vevők nem lepődtek meg az áremelésen, számítottak rá. Az eladók szerint, mi korábban 5-600 ezer tonna termett egy nyáron, addig az utóbbi években 300 tonna körül mozgott ez a szám. Idén pedig még kevesebb lesz. Mérhetetlen szárasság és a mérhetetlen mennyiségű napfény, a meleg, az nagyon befolyásolja a burgonya, és inkább hűvösebb 20-25 fokos klímát szereti. A igazi hazája az inkább Lengyelország, mint Magyarország, de hát Európa szerte, ahogy hallom, nagyon visszaestek a termés átlagok. Tehát a szárasság és a meleg egyértelműen, illetve Magyarországot még érintett, hogy 30 évvel ezelőtt itt Kenderes környékén, illetve Kenderesen 100 hektár burgonya volt, most teljesen leálltak, tehát már nincs is, aki burgonyával foglalkozna. A krumpli még így is az egyik legolcsóbb zöldségnek számít, amiből számos ételt lehet készíteni viszonylag spórolós áron.